Ha most szétverném ezt a gázvezetéket ezzel a kalapáccsal, és elmenekülnék 10-20 perc múlva, de legkésőbb néhány óra után elfognának a rendőrök. De most figyelj! A Lipsik eközben azt akarják beadni nekünk, hogy csak nem fél év alatt nem sikerült kideríteni, hogy kik robbantották fel tavaly szeptemberben a Nyugat-Európát orosz gázzal ellátó északi áramlatot. De ezt elhiszed? Nézzük meg, mire jutott eközben a világsajtó. A New York Times amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva arról írt, hogy ukrán barát csoport állhat a gázvezetékek fölrobbantása mögött. De ugyanerre jutott a német közszolgálati ARD TV csatorna is. A The Times eközben arról cikkezik, hogy az Egyesült Államok robbanthatta fel az északi áramlat vezetékeit. Ezt később az amerikai szenátus egy tagja is megerősítette, aki szerint egyáltalán nem zárható ki, hogy Bidenék állhatnak a robbantás mögött. Na és te mit gondolsz? Kik robbanthatták fel az északi áramlatot? Vegyél részt a szavazásunkon és iratkozz fel a Patriótára!